Delhibe érkeztem. Itt a Vörös Erőd. És egy ilyen kis ricsával próbáljuk megközelíteni. Ez a Vörös Erődnek a bejárata. Jahánsok építette ezt az erődöt. 1638-ban kezdték az építkezést, ami körülbelül 10 évig tartott. Ő ugyanaz egyébként, aki Agrában a Taj Mahalt is építette. 2,4 km a kerülete az egész várfalnak. 18 és 33 méter magasság között váltakozik. Ez a bejárati csarnok. Az udvaroncok itt vásárolgattak, itt volt egy ilyen piac nekik. A dobokháza, Gabi szerint elefánt kikötő. Tudnék, itt kötötték ki az érkező vendégek az elefántjaikat. Ő meg a Gabi, akivel megtaláltuk egymást a követségen. A szemben lévő csarnokban a császár minden délőtt fogadta az eléjárulókat. A császár emlékében álló tornyült, a vezér, miniszterelnök előtte, padon. Könyörgő szüleim díszítették a pavilont, hogy a pavilban aranyozott külföldízes lehet. Itt történtek tehát a kihallgatások, ott ült fenn a császár, lenn pedig a miniszterelnök. Ez a márvány gyöngymecset, amit Aurazen építetett 1659-ben. A fürdő és a magán kihallgatások csarnoka. Ezeket a díszítéseket eredetileg arannyal és ezüsttel festették. Csak azóta már lekopott, legutóbb 1919-ben újították fel. Ez volt a Sakk magánlakosztálya, és közvetlenül vele szemben a Háremhölgyek lakosztálya, nem kellett messze menni. Középen szökőkutak voltak, illetve az egész palota rendszeren egy vízhűtés ment végig. És mindenhol a csatornák, amelyeken folyt a víz, amit egy folyó táplált, és rengeteg szökőkutat működtetett. Ez itt az Ezüst utcának nevezett hely, ami nem más, mint egy bazár. Ez India legnagyobb mecsetje, szabadtéri, 25 ezer ember a befogadó képessége. Ez egy H betűs nevű Sakknak a sírja. Majd utólag megtudjuk, hogy kié volt. Humayuns sírhely. 1562-től 72-ig épült, és ez még nem a Taj Mahal, de gyönyörűséges ez is. Érdekesek a Dávid csillagok, ki kell deríteni, hogy mi az eredete. Egyébként homokkőfehér márvány berakásokkal kilátás a sírhelyről. Szóval ez annak a sírja, aki az előbbi H betűst, akinek a sírjában voltunk, lelökte a lépcsőn. És aztán utána őt is lelökték a lépcsőn. Valójában lehet, hogy erőd. Nem túl erős az útkönyvünk. Ebből adódik ez a dezinformáltság. Szaladjunk a sötétedés elől? Ez az India Gate a II. Világháborús hősök emlékére. Delhiben vagyunk még. Indulunk Agrába egy bérelt taxival, sofőrrel. Hát ez már nem a belváros azért. Autónk, a sofőr felesége hozta a szajrét a 3 napra. Valahol itt lakhatnak a környéken. Út közben Agra felé. Árusok.
várja a fuvart. Taj Mahaltól nem messze vagyunk. Állunk a csúcsforgalomban, ahelyett, hogy a Taj Mahalt néznénk. Ez Agra. A vörös erőt. Nem kicsi. Bár kisebb, mint a Delhi. Vörös erőd Agra. Delhiben már láttunk egyet. Majmócák a házakon. Háj! Akbar nagymogul építette. Agra volt a főváros a nagymogulok idején. Innét kormányozta az országot az összes sah. Ez volt a legfontosabb épület és a legfontosabb erőd Indiában. Ide jöttek a követek, itt fogadták a külföldi küldöttségeket. Korán keltünk ma reggel, mert sok dolgunk van, sok néznivaló, és sajnos emiatt még nagyon párás a levegő. Most újítják ezt a részt. Sajnos emiatt a palota egy része nem is látogatható. Szerencsére ide be tudtunk jönni, mert ez nagyon szép. Itt ilyen magánlakosztályok, fogadótermek, hárem, ilyesmi, ami már lenni szokott. Kilátás az erődből. A folyóra lehet rálátni. Ha nem lenne köd, akkor a Taj Mahal látható lenne innét. Ez mind kőforogás és berakás. És féldrága kövek találhatók benne még a mai napig is. Ügyesebbek már néhányat kikapartak, nekünk nem sikerült. Erődhöz méltóan árok veszik körül. Tiszta márvány. Ez már a belső lakórész, hárem. Reggel Agrában, a Jamuna folyón megyünk át, ez India legnagyobb folyója. A Taj Mahal bejárata, amit Jahan Shah épített. 1628-58-ig uralkodott. 17 évig élt ezzel a legkedvesebb feleségével a Jahan Shah, akinek a tiszteletére építette a Taj Mahalt. A 14. gyerekek szülése közben halt meg a felesége 39 évesen. Megtalálható rajta az iszlám építészet összes sajátossága és a szimetria. 4 minaret, hagymakupolák, oldalhajók, ívek, boltívek, szamárhátívek és az intarziás berakás, a kő intarzia. És drágakövekkel, féldrágakövekkel díszítették, amelyeket Kínából, Oroszországból és Perzsiából hoztak. Természetesen mind a két oldalán megtalálható ez is, hiszen szimmetrikus az épület. Ebben a toronyban raboskodott a sah. Volt az öregnek valami zavaros nevű fia, aki az utolsó 6 évében ide zárta be az öreg sahot, amikor lerögte a trónról. Ez volt a panoráma a kis cellatoronyból. Annyi becsület azért volt a gyerekben, hogy a végén mégiscsak ide temette el a hitvese mellé az öreg sahot, amikor meghalt. Ibdak ud Dahab, vagy Dalid, vagy valami ilyesmi. Na, az ősír emléke. Az iménti a bejárati kapu volt, ez maga a sír. Valójában a Jahan Shah feleségének a édesapja nyugszik itt, a felesége építette, mármint a Jahan Shah felesége. És a parkja is gyönyörű. Kilátás szintén a folyóra. És mind a négy oldalán van egy-egy ilyen kapus, kápolna szerűség.
Azt mondják róla, mintha elefántcsontból faragták volna. Kathepur Szikrinek nevezik ezt a helyet. Ázsiában a legnagyobb kapu, 54 méter magas. A kapu egy másik irányból. Ez is egy vörös erődítmény. Tehát ez a Fatehpur nevű része a helynek, az alsó hátsó része a Szikri. Gyakorlatilag ezt is az Akbar király építette, akinek három felesége volt. Egy hindu, egy muszlim és egy keresztény. És nem született gyereke. És miután a hindu nőtől megszületett a gyermeke, hálából felépítette ezt a palotát és erődítményt, illetve ezt a szentét, Moszkot. És most lépünk be ide a szent helyre. Ide járnak a hívők mindenféle kívánságokkal azóta, hogy a királynak megszületett a gyermeke. Minden ablaknak más a mintázata, ez is kőfaragás. Az egész építményt egyébként egy 40 km hosszú csatorna kötötte össze a Taj Mahallal. Három különböző építészeti stílus a három feleség vallása szerint. A kupola a kereszténységet jelképezi. Ez a rész itt egy hindu jelkép. Ez az ív, ez pedig a muszlim. Lovaskocsi helyett. Lovaskocsi. Átjöttünk a Szikri részbe, ami nem más, mint a palota, ahol éltek, laktak. Ugyanaz a rendszer, mint a többieknél. A palota bejárat. Szimmetriát imádták egyébként. Most ahol vagyunk, ezt a részt be kell szorozni négyjel. Négyzetbe rakni, és akkor kész az épület. Tudjuk, hogy ezek mik. Úgy satszolom, hogy valami mészégető féle hely lehet, de ezekből volt itt rengeteg. Na megvan, ezek téglagyárak végül is. Megérkeztünk Jaipurba. Azt mondják erre, hogy a rózsaszín város.
kicsit kontrasztos a helyzet. Halló, megint ülünk a riksán. Indiai barátunk pedig teker. Hát Jaipurban vagyunk, ahogy ezt már az imént mondtam. Az útikönyv szerint egy élénk virágzó város. Hát amint látjuk, az ilyen. Amber felé haladunk, Jaipurból kifelé, még ez a város, Jaipur, amit egyébként Jai Maharaja épített 1700 körül. A Szelek palotája, több mint 900 csipkés ablaka van. Minden szinten egy-egy terem csak. Azért építették ilyenre, hogy az itt élő hölgyek észrevétlenül tudják nézni az utcát, hogy őket ne lássák. Megálltunk tankolni még itt a város szélén, és egy ilyen ugrott elő. És itt már hegyek is vannak, eddig nagynak síkságokon jöttünk keresztül. Jön ki a kígyó? Seggembe fog harapni a kígyó? Akkor jó. Szegénység és a gazdagság. Amber. Elefánt kikötő, ahol behajózunk. Na hát behajóztunk. Valahogy így billegünk. Tényleg, mint egy hajó. Pik-pak. Nagyon örülök. Látszik? Akkor ezt fejezzük ki valahogy. Yes. Egy elefántfül. Mostantól kezdve hívjuk Emernek. Emer, mert a B-t nem ejtik. A fogadó része, ahol az imént voltunk. A rajputok uralkodtak itt egyébként. Ők a 8. században keveredtek ide. Valami vándorló törzsek voltak, aztán letelepedtek. Nagyon harciasak voltak, még a hunokkal is valamilyen formában rokonságba hozzák őket. És itt Agra árnyékában kiépítették a maguk kis uralmát, királyságát. Hamar meg is egyeztek a mogulokkal. Az egész belső rész festett volt, mondja itt az Angol Guide. Thank you.
elefán kikötő után egy tere kikötő. Visszajöttünk Jaipurba, és a City Palace-t nézzük meg, a Maharadja palotáját. Maharadják laktak itt. Volt közöttük az első, valamilyen nem lehet tudni milyen nevű. 260 kilós volt, 200 centi magas és 100 gyereket nemzett. Egyébként ma is lakik itt egy Maharadja. Tulajdonképpen valami leszármazott, de már megkopott fénnyel. Ezer literesek ezek az ezüstedények. A 20. század elején az angliai világkiállítása vittek benne szentelt indiai Ganges vizet Londonba. Pózol a bácsi saját kérésére, aztán majd jön a baksisért, de nem kap. Wow. Még ez is a City Palace, csak ez már hátulról, illetve még nem is a hátulja, ez még csak az oldala. Azt hiszem itt fogunk zöldséget vásárolni. Egy kapun kellett átjönni a hatalmas dzsumbuj után, és már is itt van a palotának a kertje, ahol csönd és nyugalom fogadja az embert. Felüdülés ez a látvány így a városi zsivaj után. Gabival töltött 4 konszolidált nap után megkezdem a vad életet itt Indiában. Beköltöztem ebbe a szállodába. És megkajáltam ebben az étteremben halált megvető bátorsággal. Hát majd meglátjuk, hogy mekkora lesz a kórházi számla. Szarnak! Ezek meg itt döglenek. Szarnak mellett. Ez egy buddhista templom, Varanasitól nem messze. Buddha itt tartotta az első szertartását. Itt meg egy stupa, olyan kis zömökke. Nem ehhez szoktunk. Ramadasak erődje. Ennél azért láttunk már szebbeket is, jóval. Ráférne egy kis felújítás. Innen azért már szebb képet mutat a palota, ez a fő homlokzat, hiszen a folyóra néz, a Gangesre, a Szent folyóra.
és közben az időjárás is nagyon kellemes, 30 fok körül van. Élet a Ganges partján. A rituális mosakodás. Be lehet, hogy egyszerűen csak homeless és azért csinálja. Érdekes, hogy egy pontonhidat építettek ide. Ezek szerint nem igazán hajózzák. Ennyire hajóznak. Átkelés a hidon. Kis palota előről. A türelem nem az erősségük. Pillanatra álltunk meg. Nem merek közel menni azért csak így messziről, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen van. A Ganges tulajdonképpen ugye szent folyó, szent vízzel. Azt mondják, hogy a Siva istennő fejéből jön a Ganges, onnét indul. És itt imádkoznak, gyújtják ezeket a kis gyertyákat, kis virág koszorúval körülvéve, és kívánnak maguknak mindenfélét. És egyébként pedig ide járnak meghalni is az emberek Varanasiba. Megkezdődött a szertartás. Ő itt a főnök. A szertartás nagyjából arról szól, hogy a bácsi a 4 égtál fejei végig mutogatja így. Folyamatosan úgy forog-forog. Az éjszaka most reggel van, és reggel is nyomják ugyanígy a ceremóniát, a Ganga Mother ceremónia. Sötétben indultunk el megnézni a napfelkeltét a Gangán. Gyönyörű paloták mellett jöttünk el, amelyet általában hírességek birtokolnak, híres emberek, írók, művészek, egyházi emberek. Ez pedig itt egy Siva templom. Van turista forgalom. Valójában az egész város egy üdülő város. Zarándok hely, egy szent hely, és nagyon jól megélnek belőle az itteniek. A mosás az teljesen nagyba megy az egész folyóparton végig. Nyomják ezek a mosó emberek, csapkodják a cuccot. Megteregetik a kimosott lepedőket, szép tiszták lesznek. Paloták, templomok folyamatosan. Nem nagyon hideg a víz egyébként, de azért én úgy most nem mennék bele. Ez itt megint egy Siva templom. Itt már nagyba megy a holy business. Furán hangzik, de így van, a holy business. Ott a Siva, ahogy a fejéből indul a Ganga.
az a vízsugár azt jelképezi. Ez pedig itt a Dr. Rajin de Petrad nevű palota. A jelenlegi nagyfőnökökről nevezték el. Az a nagy pedig a Maharaja Man Singhnak a palotája, Jaipuri király volt. Nagyon kellemes dolog egyébként így el ladikozni ezen a kis gangán, olyan kis megnyugtató. Főleg amikor elindultunk még a sötétben, itt most már egy kicsit megint dzsumbolyos, mint az egész ország. Ez nem szemét egyébként, hanem ugye a kis áldozatot nyomják a folyóba. Ez is a biznisz része. Voltam egy helyen tegnap, ahonnét szemből láttam a nagy erődöt. Ott a folyóparton pont ezeket a virágokat termelték. Szintén egy Sziva templom a nepáli király építette. A párja ott van Nepálban, csak jóval nagyobb. Nap felkelte a Ganga felett. Itt meg a fa biznisz dulcefetül, nagy valószínűséggel, mert hogy itt égetik a halottakat. Reggeli forgalom a Gangán. Óriás reklám indiai módra. Dolgoznak rendesen itt az eredmény kirakva. Kicsit kisüt a nap, hamar meg is szárad. És az eredménye. Mosás a csatorna mellett. Ez is egy halott égetős hely. Kecskék jól megeszik itt a maradékokat.
szertartás tegnap este. Itt laktam Varanasiban, a Maruti Guesthouse-ban. Konkrétan mellette egy istálló. Vagy hát a franc úgy lehet lakóház. Nagy bátorságra tettem szert, és tiszta erővel lettem ezekből. Így néz ki egy élelmiszerbolt, azért itt is lehet kapni elég sok mindent.